félcsillagok, hanem... Sziasztok, Matilda vagyok, és ebben a mai videóban 40 könyvről lesz szó. Goodreads-en van olyan, hogy minden év elején be tudod állítani, hogy hány könyvet szeretnél elolvasni az adott évben. Elsőben 20-at állítottam be, aztán 30-at, és idén meg 40-et, mert ugye minden évben 10-el több könyv volt a célom. És most elértem a 40-et, tehát idén már elolvastam 40 könyvet, úgyhogy most értékelés szerint csoportosítva megmutatom, hogy melyik volt az a 40 könyv, amivel a Goodreads challenge-emet teljesítettem. A csillagozásról annyit, hogy Goodreads-en nem teljesen úgy megy, mint vajon, szóval nincsenek félcsillagok, hanem csak egész csillagok vannak, és úgy van, hogy az egy csillag az, amikor nem tetszett a könyv, két csillag, amikor oké volt a könyv, három csillag, amikor tetszett a könyv, négy csillag, amikor nagyon tetszett a könyv, és öt csillag, amikor imádtad a könyvet. Én nagyon jó szív vagyok csillagozás terén, úgyhogy a legtöbb könyv, amit olvastam, az általában 5-4 csillagot kap, de akkor nézzük is, hogy melyik 40 könyvet olvastam el eddig idén, illetőleg, hogy melyik az a 40 könyv, amivel a Goodreads challenge-emet teljesítettem. Legalacsonyabb értékeléstől kezdek, úgyhogy a két csillagos könyveket veszem elsőre, mert idén egy csillagosom még nem volt. Még lehet, hogy lesz, de így is 40 könyvet ide pakoltam és összeszedtem a házból, és nem tudtam, mire vállalkozom, így utólag rossz döntés volt, hogy mindegyik könyvet fel fogom mutogatni, mindegy, szóval a kettő csillag a legalacsonyabb értékelés, amit idén adtam, úgyhogy nézzük, melyik könyveknek adtam két csillagot. Az értelem és érzelem. Szörnyen szenvedtem én ezzel a könyvvel, pedig Jane Austen-t szeretem. A második könyv, ami két csillagot kapott nálam idén, az Matt Haig-től a How to Stop Time. Mindig elfelejtem, mi a magyar címe. Minden esetre minden egyes könyvet, amit itt most említek, belinkelek a leírásba. Lehetőleg a magyar verzióját, hogyha van. Úgyhogy minden be van linkelve. Ez is. De nem tudom, mi a magyar címe. Sose jut eszembe. És ennyi lett volna a két csillagos könyveimnek a listája, mert tényleg nagyon jó szívű vagyok csillagozás terén. Úgyhogy áttérünk a három csillagra, azaz a tetszetre. Három csillagot adtam a legendás állatok és megfigyelésükre. Aztán három csillagot adtam még a dzsungel könyvére, mert voltak benne nagyon fura részek. Szintén három csillag lett a múlt hónapban kiolvasott The Double-Edged Sword-on, mert nem teljesen fogott meg a történet, és így nem tudtam mit kezdeni vele. Nicola Jungtól a Nap is csillag. A Csillagpor is három csillagot kapott, a filmet jobban szerettem is, és a könyv nem a film volt. A boldogság forrása a kutya is három csillagot kapott tőlem. A The Beginning of the World in the Middle of the Night, mert 12 novella volt, voltak köztük jók, voltak köztük nem annyira jók, és ezért kapott három csillagot. És az utolsó három csillagos olvasmányom idén eddig az a Gergő és az Államfogók, mert szerintem ezt a könyvet fiatalabban kellett volna olvasnom, és nem most. És megvoltak a három csillagos könyvek is, úgyhogy most jöjjenek a négy csillagos könyvek. Négy csillagos a Sosehol. Neil Gaimannel még nem teljesen barátkoztam össze, de ez már jobban tetszett, mint a Csillagpor. A Dear Mr. Henshaw, mert nem az volt, hogy ez ilyen jó, hanem ez ilyen kis feel good olvasmány volt. Továbbá a Bogart Bárd meséi. A Silmarillok is ebbe a kategóriába tartozik, mert imádom egyébként Tolkient meg minden, de azért persze voltak vele nehézségeim, szóval ezért nem adtam rá 5 csillagot, de csak ezért, hogy ne legyek teljesen elfogult Tolkiennel szemben. Úgyhogy maradt a 4 csillag. Két Jane Austen regényem még 4 csillagot kapott, az egyik a Meggyőző érvek, a másik a Mansfieldi kastély. Ja, ezek nem az értelem és érzelem kategóriájába tartoznak, mert ezek jók voltak. Nem úgy, mint az értelem és értelem. Az katasztrofális volt, nem tudom, mi volt vele a probléma, egyszerűen nem tudtam, nem. És az utolsó négy csillagos könyvem az az Esti mesék lázadó lányoknak című kötet. Kb. Most járunk a felénél, és most jönnek az öt csillagos könyveim. Az első öt csillagos könyvem, ami nincs nálam sehol, mert azt kölcsön kaptam, az a Bob az utcamacska. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt. Ami még a csillagos lett, az a Spiderwick Chronicles. Ez összesen 5 könyv, a gyerekkönyvek iránt van egy kis gyengém. A gyermetek lelkemnek nagyon tetszett. Na hát a következőn szerintem senki nem fog meglepődni, hogy 5 csillagot kapott, mert ez a Harry Potter és az Azkabani fogoly. De mi mást kaphatna, ha nem a maximum értékelést? Szerintem a következőt is, mert ezt rengeteg ember ajánlotta nekem, szóval nem is csodálkozom, hogy tetszett.
ez a Szólít a szörny, ez is megérdemelte az értékelését. Az, amit sohasem mondtam el. A következő két könyvet igazából nincs jogom értékelni, mert elfogult vagyok velük szembe. Mert ezeket én írtam, szóval igazából ja, nem nagyon számít az értékelése ennél a két könyvnél, ez a Futótűz és a Sárkánytűz, mert ezeket azért olvastam el, mert a kiadott verziókat nem olvastam mi saját könyveimből. Mert miután az ember kiadja, azonnal meglátja az összes hibát, és szeretné átírni az összes szót, de már nem lehet, mert ki van adva, szóval ezeket azért olvastam el, hogy frissítsem az emlékezetemet arról, hogy pontosan hogyan is voltak leírva a dolgok. De egyértelműen 5 csillagot adtam rájuk. 5 csillagos. A Wake of Vultures, nagyon, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv volt. A One of Us is Lying, elvetleg október 2-án jön a magyar verzió, Lehull a lepel címmel. Ez a könyv is fantasztikus. Joshua Kahntól a Shadow Magic sorozat első két része, a harmadik részt meg be kell szereznem, csak nincs ezzel a borítóval még fönn, úgyhogy arra várnom kell. James Destinertől a Last Code is végre 5 csillagos lett, mert a Halálparancs ez nagyon nem nyert el a tetszésem, bár azt hiszem végül 4 csillagot adtam. Mert elfogult vagyok az Útvesztő trilógiával szemben, de ez a könyv, ez kicsit fölhúzta azt a csalódásomat, mert ez most nagyon jó volt. A Halálparancs, nem? Az nem tetszett? Ez nagyon tetszett. Ez ilyen volt. Veled teljes a világ is 5 csillagot kapott, bár így utólag visszagondolva lehet, hogy egyet még a végén levalok. Nem tudom, mert van ilyen, hogy elolvasok egy könyvet, akkor azt hiszem, hogy tetszett, és megadom rá az 5 csillagot, és utána így gondolkodok, hogy hát lehet levonhatnék egy csillagot. De mondjuk a többi kategóriában is, csak így nem tudom, már akkor úgy frissen olvasva ez a könyv, ez nagyon jó volt, most már egy kicsit elbizonytalanodtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy ezt a 4-es csillagos kategóriába fogom visszaszorítani. Nem tudom. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cuki, aranyos, fantasztikus történet volt a Szerintem Szerinted, Flipped, nem tudom, hogy fordították le a magyar címét arra, ami lett. Szintén nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, Ernest Cline-től a Ready Player One. A következő könyv egy olyan könyv, amiről már rengeteget beszéltem, és szerintem mindenki úgy, de azért még egyszer elmondom, hogy nagyon jó könyv. Ez pedig a Simon és a Homo Sapiens Lobby. John Green-től a Technősök végtelen sora is 5 csillagos lett. Ez is egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és John Green szeretem is, szóval nem meglepő, hogy jó könyv volt. A The Burning Maze, a Trials of Apollo harmadik része is egyértelműen 5 csillagos olvasmány volt, mert Rick Riordant egyszerűen imádom, mindent imádok Rick Riordanban és az írásaiban. És az utolsó és egyben 40. könyv a listán, a Leleményes Hugo Cabré, ez is egy nagyon aranyos és nagyon jó könyv volt, és egy nagyon gyors olvasmány is, mert senkit ne verjen át a vastagsága ennek a 3/4 illusztráció. Ez volt az a 40 könyv, amivel teljesítettem a Goodreads challenge-emet. Ez az. Remélem idén sikerül többet olvasnom, mint a rekordom, ami 63 könyv volt, bár egyelőre úgy néz ki, hogy meg lesz a több mint 63 könyv, úgyhogy majd belehúzok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!